Mikor legutóbb hírt adtunk a nagymányoki bölcsőde beruházásáról, még ezek az állapotok fogadtak minket. Az elmúlt hónapokban a kivitelezők erőn felül teljesítve határidőre befejezték az építkezést, mely a kezdetektől fogva nem volt zökkenőmentes. Volt olyan pillanata a beruházásnak, amikor az is kétséges volt, valaha befejeződik az építkezés. Viszontagságos körülmények között, de végül is sikerült befejeznünk a bölcsőde beruházást. Ezt tudni kell róla, hogy közbeszerzésen elnyert egy cég, amelyik aztán nem is indokolnám, hogy miért, de fölmondta, illetve mi mondtuk fel a szerződést, mert nem teljesített határidőre. Új közbeszerzés, új finanszírozás, de végül is most látjátok, tehát nagyon szépen elkészült minden. Tehát itt is még volt egy döccenő benne, mert a közbeszerzés és a kivitelezés vége között volt egy hatalmas lépés az árakból, amit át kellett lépni, úgyhogy egy kis pótfinanszírozásra is szükség volt, ezt is sikerült megoldani. Úgyhogy most itt vagyunk a kézbe, műszaki átadás közben, tehát zajlik a műszaki átadás, a jövő héten fejeződik be. Utána egy engedélyeztetési eljáráson nyilván még lesznek kérdések, meg kifogások, meg sok minden, de azt is úgy gondolom át fogjuk lépni, és akkor január 1-től a bölcsődeként fog üzemelni. Volt egy tél, amikor tető nélkül voltak a falak, ennek következtében felsaléltre mosodott az épület, víz alá folyások miatt megsüllyedt az előtető, úgyhogy az új beruházónak nehéz dolga volt, mire használható állapotokat teremtett. Hát egy félkész épületet vettünk át, ami egy légi rossz állapotban volt, a falak le voltak ázva, le voltak saléltre mosodva, tehát megnehezítették a kivitelezést, ezáltal egész más anyagokat kellett beépítsünk, egész más technológiát kellett alkalmazni. Mindenképpen egy félkész épületnek a befejezése, ez egy nagy feladat. Egyébként egy szép kihívás, most már szerencsére kész van, itt vagyunk a végén, a finishbe, örülünk neki, hogy ilyen jó eredménnyel sikerült ez zárni, hogy meg tudtuk valósítani. Ez 230 négyzetméteres épület, egy csoportszobából áll, ennek a kiszolgáló helységeivel, a gyermekfürdetővel, a gyermeköltöztetővel, az átadó helységgel, akkor ezen kívül ugye a kiszolgáló létesítmények, a melegítő konyhától az irodákig mindent meg kellett valósítani ehhez az egy csoportszobához. Tehát itt egy komplett kiszolgáló létesítmény épült, annak ellenére, hogy az óvoda itt van mellette, és ugye ugyanúgy ezek megvannak ott is. Eredetileg 135 millió forintba került volna az építkezés, de további 18 millió forintra volt még szükség a tényleges befejezéshez. Mai áron azt kell mondanom, hogy már nem is tűnik soknak, ha valaki most bemegy a tüzépre. Amúgy nagyon sok pénz természetesen. Hát 12-14 fő csoportszoba van. Ez most elégnek tűnik, hiszen 6-8 gyerek volt eddig az óvodában, a mini bölcsibe. Meg létszámot azt határozza meg, hogy hány hátrányos helyzetű gyerek van. Tehát ez itt változhat. Úgy néz ki, hogy már induláskor tele lesz. De én úgy gondolom, hogyha ez a fejlődési tendencia van nagymányokon, ami az elmúlt mondjuk 10 évben érzékelhető volt, akkor valamikor olyan 6-8-10 év múlva egy új óvodát és bölcsődét kell építeni valahol a település másik részén. Tehát ez nagy, de hát ugye azért épült a bölcsőde, mert már kicsinek tűnt az óvoda, és ezért ha ki tudjuk venni a mini bölcsődét, akkor felszabadul mondjuk 25 hely egy normál csoportnak. Ez most még megoldás, de hát nem tudom, a mostani gazdasági helyzet, háborús helyzet, mi minden jön még hozzá, de ha a tendencia marad, akkor én úgy gondolom, hogy 10 év múlva biztos, hogy szükség lesz még egy óvodára.